támogatója a MOL. Egy képzeletbeli Hamlet előadás főszereplője, aki Tasnádi Bence alakít, és ez az előadás benne van abban az előadásban, amely perceken belül most fog elkezdődni itt a Katona József Színházban. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy itt van Bence, ő már készül, hogy ez az előadás, ez nagyon-nagyon jól taglalja mindazt a sok problémát, amivel ma egy fiatal magyar színésznek meg kell küzdenie. És mindezt most mi is meg fogjuk tárgyalni, hiszen minden összecseng, ugye az előadás, a valósággal, ó, itt minden összefügg mindennel. Tasnádi Bence következik. Belestünk egy pillanatra Tasnádi Bence író Boszorkán konyhájába, hogy készül legújabb regényével. Érdeklődnék a mestertől. Felnőtt korára mit is tervez? Hát én igazából vállalkozó szeretnék lenni, mert... Én szeretek sok pénzt keresni, viszont nagyon szeretnék író lenni hobbiból, meg színész, és szeretnék három nyelven tanulni, meg legalább három hangszeren játszani. Szereted a madarakat egyébként? Szeretem, igen, és nagyon irigylem őket, hogy repülni tudnak. Nem szoktál olyat álmodni, hogy tudsz repülni? Nem. Így... De szerintem az nagyon speciális, az embertől annyira idegen, hogy azért szerintem abban van félelmetes is. Én néha azt álmodom, képzeld, hogy lezuhanok, tehát én inkább zuhanni szoktam néha, de hozzáteszem, egyszer olvastam volna az ön szép mondat, hogy a zuhanás is repülés. Csak tragikus. Te szárnyalsz? Én szoktam repülni álmomban, nagyon ritkán. Ha valahonnan én leesem, akkor rá szoktam jönni, hogy tudok repülni. És akkor így valamiért ezt csinálom a kezemmel, és akkor egy picit emelkedek, és akkor utána meg elkezdek süllyedni. Szentendre a te életedben mikor lép be? Két éves voltam, amikor kiköltöztünk ide. Látszik innen ez, ahol itt a... Ott a templom mögött? Hegy alján látod ezeket a házakat, az már Pismár. Ide jártam óvodába, általános iskolába, és még gimnáziumba is, egészen amíg föl nem vettek a színműre, addig én itt Szentendrei srácaimat. Igen, igen. Zenét te tanultál valaha? Tanultam zenét, igen. Hegedülni tanultam 8 évig. Aztán a gimiben ciki lett ez a hangszer valahogy így. Igen, és akkor a rock felé mozdultam el. És akkor gitár. Igen, és akkor erről leváltottam erre. És hol tanultál? Mert vannak zeneiskolák Szentendrén. Igen, ez a zeneiskola épülete. Na gyere, tudok egy rövidebb utat a zeneiskolába. Na, ahonnan most kijöttünk, az a tanári WC-n, itt soha nem jártam még. Wow. Itt voltak a félévi meg az évvégi koncertek. Fehér ingbe itt álltál. Igen, igen. És itt voltam. Izgultál? Nagymamám, nagybátyám, apukám, anyukám. Húgom, az egész család. Nagyon nagy tróger voltam igazából. Nem gondoltam, hogy annak jelentősége van, hogy én gyakorlok vagy sem, és a fél évi vizsgák előtt meg kétségbe esettem, próbáltam bepótolni mindig azt, amit elmulasztottam, és emlékszem, hogy ilyen hisztérikus állapotba kerültem. Várj, de azért kellett ide járnod a zeneiskolába, mert a szüleid kitalálták, hogy egy rendes, jól képzett gyerek az zenélni is tud? Igen, ők szerették volna, hogyha játszom a mi hangszerem, mert az ő életükből maradt, és akkor én zenéjek valamit. És az anyukámnak volt egy vonzódása a hegedűhöz, és akkor én biztos ilyen megfelelési vágyból azt mondtam, hogy jó, akkor a hegedű. Szürke gónár szár.
az írást a hegyen is túl, hol a rózsám sírdogál. Ez a helyzet, hogy te ott állsz, és valamit kell csinálni a színpadon, az mikor lett otthonos pillanat? Hát otthonosan még az egyetemen se éreztem magam a színpadon. Tehát az nagyon érdekes, hogy amikor az ember reflektorfénybe kerül, de állítólag van valami kutatás, hogy a részecske is másképp viselkedik, hogyha megfigyelik, amit nem tudom, hogy hogyan állapít. Jól hangzik, csak honnan tudják, hogy hogy viselkedik, amikor nem figyelik. Nem mozog annyira. De hogy valami, hogy érzékeli mindenki, hogy éppen most a figyelem fókuszában van, és amikor elkezdtem az egyetemre járni, akkor az is nehézséget jelentett, hogy benyissak egy ajtón. Mert tudtam, hogy ott most engem néznek, hogy inni egy pohár vizet. Az ember először félrenyel, mert ezek az alapvető funkciók, ezek nem úgy üzemelnek akkor, amikor az embert nézik, és guvadnak rá a tanárok. Tehát az, hogy otthonosan érezzem magam a színpadon, az szerintem már a katonában következett be, és évek alatt. Mit jelent, hogyha főszereplő vagy? Mit jelent, hogyha nem vagy főszereplő? Főszerepet nehezebb játszani, akkor nagyobb teher van az emberen, mert valahogy neki kell az előadás tőkesúlyát képeznie. Tehát lehet kisebb szerepekben lehet figurázni, meg akkor lehet ökörködni, bohóckodni, viszont az a hálás, nem? Igen, az egy hálásabb dolog, és ez ilyen megegyezhető, ilyen kis zicser. A főszerepeknél ott az egy komolyabb teher. Állj! Ki az ott? Te vagy a fotót? Kihívást kerestem, a saját korlátaimat szerettem volna feszegetni. Ez egy csúcspont, nem? Sok szempontból, hogy azért ilyen típusú szerepe nem mindig van egy színésznek, vagy ritkán adatik. Nagyon ritkán, eleve már csak attól is, hogy 4 órás az előadás, tehát az egy nagyon intenzív. Az már monodráma, nem? Ha egyedül lennél végig. Hát sőt, itt 2 monodráma, vagy nem tudom. Meg abból a szempontból is egyedülálló, hogy nagyon sok síkja van. Tehát van az, amikor én kifelé beszélek a nézőkhöz, van, amikor az a színész vagyok, aki az előbb kifelé beszélt a nézőkhöz, de utána az a színész egy szerepet próbál, amiben éppen rossz, vagy jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát, és közben folyamatosan egy ilyen önreflektív állapotban van. Almanagyság göböt vágtak ki belőle. 3 hete műtötték. Hát apám zsarnokságának vége. Tavaly már ő is eljött a bemutatóimra, és egyszer a Hamlet után gratulálni is feljött a színészbüfébe. Úristen, csak most elgyöngüljek. A végén még belopja magát a szívembe. Ne sajnálj! Mindent eljátszhatsz ebbe az előadásba, erre pont vannak részletek. Igen, igen. Amikor meghal az apád, az egy milyen súlyos dolog, és hogy azzal nem tudsz igazából mit kezdeni, illetve színészként reagálsz arra, ami egy nagyon tragikus dolog a magánéletedben. Hát ez jellemző a színészre, ez az állandó önvizsgálat. Tehát ha például kapsz egy halálhírt, akkor egyből azon gondolkodsz, hogy na most mi történik velem? Hogy érzek most ebben a pillanatban? Hogy viselkedek? A valóságban egy picit úgy létezünk, mint egy ilyen Matrixban. De akkor ez megterhelő. Megterhelő, ugyanakkor meg van egy tök jó szemszöge az embernek, hogy keletkezik egy ilyen kívülállósága, igen. De például mit érzel ezzel a színházzal kapcsolatban? Nagyon jó itt a csapat, nagyon jó ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Most elsősorban a színész kollégákra gondolok, tehát nagyon szeretek a partnereim szemébe belenézni egytől egyig. Meg elmélyült a munka minden alkalommal. Hát akkor ez megint rendező kérdés. Olyan, mintha mindig igazán nagy formátumú tehetséges rendezők lenne szükség, hiszen jó színész mindig van. Vagy ez nem így van? Hát számít, igen. Most ez nagyon érdekes egyébként a katonát tekintve, mert ugye azért itt az alapító tagok nyugdíjas korú emberek, és van azért egy erőteljes szakadék, és egy olyasfajta
ízlés, amit nagyon jó tőlük tanulni, és nagyon-nagyon pontos és hasznos dolgokat tudnak mondani egy bizonyos százalékban, ugyanakkor meg nehéz velük együtt dolgozni, és például nem ugyanazokat... Akkor ezt ezek szerint kibeszélitek, hogyha így elmered mondani? Nem minden esetben van ez kibeszélve, szóval lehet, hogy most ez merészség ilyet mondani, ugyanakkor még félelmetesebb abba belegondolni, hogy viszont mi lesz a katonával, ha majd ők már nem lesznek, és mi fogja egybetartani a katonát, hogyha ezek az emberek még már nem ülnek itt a nézőtéren. Azt a fejembe vettem egyébként, hogy jó színész akarok lenni. Hogyha már ebbe belevágtam, akkor jó akarok lenni mindenképpen. A családod ebben nem tud segíteni? Nem az van, hogyha az édesapád színházi rendező, akkor tulajdonképpen ő mindent meg tud tanítani otthon. Nagyon hasznos tanácsokat adott már a felvételi során is. Látok, ez úgy volt, hogyha összejött a nagyság, és ott volt mondjuk a nagybátyád is, aki szintén színházi ember, akkor nyilván szóba került a színház, akkor egyszer csak te rájöttél, hoppá, itt mindig a színházról beszélgetnek, és az engem is érdekel. Nagyon szerettem színházba járni, és azt is nagyon szerettem, amikor bevittek a kulisszák mögé. És aránylag fiatalon megnézhettem már olyan előadásokat, amikre nem feltétlenül vinnék el még a gyereküket civil emberek. Uram, nagyon örülök, hogy megint a Cabrio Wartburgot használja a szentendrei kirándulásokra. Beparkolná a garázsba? Ez egy Zastava taxi, erre már nem tudsz. Zastavánk is volt. Az is volt? Igen. De hát itt van a lényeg. Most megdobban a szíved, tudu. Hát én azért másképp emlékszem a Trabira, mert sokszor cserbe hagyott minket, meg arra emlékszem, hogy azért egy idő után már ciki lett, hogy nekünk még mindig Trabantunk van. Hogy kell ezt beindítani? Itt van. Az önindító, abba kell betenni a kulcsot. Nagyon fontos, hogy ki kell nyitni a benzincsapot. Mennyivel szóval, előtte? Hát nem, azt elég csak akkor, és itt van egy gomb, szivató, azt ki kell húzni, tehát indításnál, amikor ráteszed a gyújtást, akkor szivató az úgy kell legyen, adod a gázt, és amikor egy kicsit már... akkor lehet visszanyomni a szivatót. Télen itt Szentendrén nagyon-nagyon jó voltam a zöld lámpáknál, az emelkedőkön, mert kipörög az eleje, tudod? A zsiguliknak így járt a fara, de ezzel így... tehát ez királyság. Trabanttal elindultok reggel, az maga a gyerekkor? Igen, hát az mindig, annak volt egy tétje, hogy ha leesett a hó, akkor el tudunk-e indulni. Mi mindig abban bíztunk, hogy nem sikerül. De apu kérte, hogy így toljuk be, és akkor csak ilyen nagyon óvatosan tologattuk, hogy hát, ha nem indulunk be. És itt rugdostuk mindig a templom oldalának a labdát, meg emlékszem, hogy ellógtam olykor a hittanórákat. Jobban szerettem játszani, és mindig pont a legrosszabbkor volt hittanóra. És a szentendrei életeteket hogy kell elképzelni? Ott István is megjelenik, hát vagy ti, mint tesók, tulajdonképpen ti még Budapesten voltatok együtt? Nem volt napi szinten velünk, de hát mint szerető nagybácsi megnézte a gyerekeket. Mi az, hogy megnézte? Játszott velük, elment értük, zeneiskolába elment, meg mit tudom én. Szerintem az volt a deal, hogy odaadod a régi Trabantodat, de akkor heti kétszer én hozom a gyerekeket az óvodába. Elég sokat jártam az óvodába, itt szép két gyerekülés volt hátul, bepakoltam a srácokat, aztán húztunk. Emlékszel, amikor egyszer elvesztetted, nem találtad meg? Ilyen is volt? Igen. Ez veszélyes. Te akkor nem kaptál szívinfarktust? De nagyon borzalmas volt, ki van kockázva mind a mai napig. Az, hogy kiürül a terem, és már nincs gyerek, akkor megkérdezem a zeneoktatónénit, mondta, Bence már rég elindult hazafelé. Hát és ugye át kell menni a 11-es úton, vagy át kellett menni, hát lepergett az életem filmje, hogy mi történt a kis Bencével, 8 éves lehettél, kis hegedű tokkal indultál haza, és már beesteledett, és arra is emlékszem, hogy jövünk fel itt a Pismány oldalába, és akkor meglátom a fényszóró, a Trabant fényszórójában feltűnni először a hegedű tokot, aztán magát Bencét. És sajnos akkor nagyon kiabáltam veled, arra emlékszem. Család, ez hogy nézett ki nálatok akkor? Apukám Nyíregyházán volt színházigazgató sokáig, és akkor anyukám meg orvosként praktizált, aránylag későn járt haza. Akkor szülőkkel nem is találkoztál olyan sokat? Keveset. Apukám hétvégenként járt haza. Nem volt meg a veszély, hogy elkallódsz? Az ilyen gyerekek szoktak elkezdeni így csellengeni, elindul a lavina.
De megvolt a veszély, hogy elkallódom. Szerintem féltettek is ettől. Szélsőséges kamasz voltam, és végül is, ha nincs a színmű, akkor a mai napig nem tudom, hogy pontosan mit csinálnék. És ez mindig ilyen természetes volt, hogy most így hárman is különböző generációs színházzal foglalkoznak, hogy mindig meglepődtetek kicsit? A legnagyobb meglepetés Bence volt. Végre elérkezett a felvételi jelentkezési lap kitöltésének a határideje, és akkor azt mondja, hogy beírná a színit. Mondom, mit csinálsz? Soha nem mondtam. Soha nem mondta még. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. Mari díjas Hamlet. Szia, Mari. Hanex, kincsen, rég láttalak. Meg itt van a hátizsákot. Mindig az a kurva rohanás. Apa nagyon beteg. Majd kiátszok magadból. Valami nem működik, Mari. Ó, nehéz napod volt? Igen. Ez így helyes, művész vagy. A színházban mindig ugrásra készen kell állni, és dörzsölni a sebeket. Most a 2010-es, 20-as években színésznek lenni, vagy fiatal színésznek lenni, az viszontagságos, és egy különös, meghasadt állapotot szül. Na de ezt most fejtsük ki, mert ez olyan érdekes, ha valaki most jelentkezik bárhová, és színész szeretne lenni, akkor mit mondanám, mi vár rá? Valahogy az ember naívan azt gondolja, hogyha fölveszik a színművészeti egyetemre, onnantól kezdve egyenes út vissza a siker és az ismertség és a hírnév felé, és azért ez sokkal verejtékesebb ez az út. Szoktam magadon gondolkozni, hogy te milyen vagy? Mert csak azt akarom mondani, hogy mondjuk a te alkatodat nem olyan könnyű egy-egy karakterbe behozni, mert elég bonyolult. Hogy ezt te tudod egyáltalán? Tudom, és akárhányszor megpróbálkozom valami megállapítást tenni magamra, igazából rájövök, hogy az ellenkezője is igaz. De lehet, megfejtetjük. Hát egyrészt ugye van egy ilyen magas, jóképű hangulatod, nem vagy szerintem ilyen atomférfi, tehát nem ez a Belmondo, vagy nem ez a Tom Hardy, hogy nem, mindjárt oda kell a falhoz, hanem inkább egy ilyen kölykös típus vagy, rockstar-szerű. Tehát lehet, hogy ezért is kértek fel ugye egy kis filmbe, hogy legyél rockstar, nem? Ja, igen, a Mióta velem jár. Igen, azt én láttam, arra emlékszem. Papa, neked igaziból mi a munkád? Közveszélyes munkakerülő vagyok. Nem zenész vagy? Ebben a városban ez ugyanaz. Papa, ez nem szabad. Hogy áll mégis ez a színház kontra televíziózás, sorozatokban szereplés, reklámokban szereplés, akár tévéműsorban szereplés, mert ugye te eljöttél a Sztárban Sztár Leszekben, és ott egy nagyon-nagyon sikeres versenyző voltál. Jó van, nem, gyerekek, nem, gyerekek, ezt nem hiszem el. Ő az én emberem. Nem volt furcsa színház? Vagy mit akarsz, Bence? Minek mész te oda? Valahogy azt érzem, hogy a népszerűség az egyfajta hatalom is, amit tök jó dolgokra lehet használni. Árulja nekem már itt valami titkot az életükből. Mi az, amit így megosztanának a nézőkkel? Én arra a szerelemre nagyon kíváncsi lennék. A szerelem, beleszólt az operatőrünk is, köszönjük szépen. A szerelemről, beszéljünk a szerelemről. Nekem legyen szép. Igen. Okos. Szürke, barna. Hát, az mindegy. Hosszú hajú, rövid hajú, karcsú. Az is mindegy. De Bella állat az is. Szép dudolai. Szép dudolai. És hát igazából szeressen. Az érdekes, hogy színésznő szerelmed, ugye Józsa Bettina. Ez nagyon veszélyes, hogyha a gróf úr egy színésznőbe szerelmes. De
Igen, tudom, ezt hogy így gondolták, de azért szerintem most is... Most is van? Hát most is azért óvakodni kell egy színésznőtől. Ez milyen jól hangzik, és te miért nem óvakodtál? Én azért nem óvakodtam, mert én is színész vagyok, és nekem például jól esik, hogyha ez nagyon szeretem, amikor a Betty ökörködik, és meg tud lepni valami utánzással, vagy valami olyan viccel, amit akkor elhiszem, hogy igaz, de nem igaz. Tehát ezek a... Amikor be tud csapni, magyarul játszik például, neked? Igen, amikor játszik, azt nagyon szeretem. Egyébként visszatérve erre, hogy a színésznők, azok ilyen ledérnők, ez olyan érdekes, hogy azért ez is egy ilyen nagyon durva megkülönböztetés, mert akkor a színészek is. Tehát ez akkor miért nem... Persze, hát a színészek is nagy kujonok, persze. De komolyan, tehát ez nem? Hát csapják a szelet, igen. Nagyon, nagyon ért ahhoz, hogy velem hogyan kell bánni. Tényleg, hát azért ez nem egyszerű. Hogy hát de hogyan kell veled bánni? Hát például nem szabad korlátozni semmiben. Tök nagy szabadságom van ebben a kapcsolatban. Most már házasságban. Házasság. És hogy látod a jövőt? A Bettivel együtt mindenképpen. Hogy látom? Hát szeretnék családot. És itt vagy a Katonában színész? Hogy itt vagy egy ilyen közszínházban? Én nagyon szeretném, hogy a Katona meg tudná őrizni ezt a hagyományait, és nem hullana darabjaira ebben a viharos időszakban. Tényleg az ember, amikor még pályakezdő, akkor tipródik egyfolytában. Valahogy lazábban kell hozzáállni, játékosabban és önfelettebben. Nem szabad úgy beleszakadni, mert akkor tényleg meg lehet benne őrülni. A Dömötör Andris mondta még a tanár segédünk, hogy úgy kéne játszani egy színésznek, mint egy gyerek, hogy bármikor tudsz váltani a játékból. Tehát épp azt játszott, hogy haldokolsz, mert meglőttek, meg eltaláltak, meg lekardoztak, meg nem tudom, és utána fölugrasz, és akkor utána meg már mész mászókázni, meg hintázni. És hogyha mondjuk a hegedű művészkedéssel, vagy az írással, vagy akármi mással, amit most hobbiként vállal a mester, lehetne sok pénzt keresni, akkor is vállalkozó akarna lenni fő munkaidejében, vagy akkor csak a hobbiainak szentelni magát? Hát akkor csak a hobbiaminak. Hűha. Akkor én azt javaslom a mesternek, hogy totózzon, lotózzon, kenózzon, kaparósor segyezzen, hát ha bejön egy nagyobb összeg, és akkor csak a művészetének szentelheti magát, és minél több nagyszerű művel ajándékozz meg minket, és az utókort, az emberiséget. Köszönöm, hogy szakított ránk egy kis időt. A MOL.